Hivatalosan is refis diákok lettek a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 9-esei azzal, hogy fogadalmat tettek. Bár a járványügyi helyzet miatt ezt most szülők nélkül, csak tanáraik előtt. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 9-es tanulóit az iskola tornatermében a szülők, hozzátartozók és a máskor meghívott refis 8-osok nélkül avatták fel a gólyaavatón. Nagyon sok mindenben nem tudjuk megcsinálni mindazt, amit terveztünk, vagy ami a korábbi években már jellemzett bennünket. Először is ezen az esten az egyik legfontosabb dolog az volt, hogy a 9-esek le tudják tenni ezt a bizonyos tréfás kis esküt, ami által igazából iskolánk diák közösségének a részeivé válnak hivatalosan is. Másrészt szoktunk ilyenkor találkozni a kedves 9-es szülőkkel is, egy kis terített asztal melletti beszélgetés részeként, illetve a Dérinében szoktak színpadra kerülni azok a műsorok, amelyekkel a 10-es osztályok szoktak készülni, és erre pedig meg szoktuk hívni az általános iskolák 8-osait is. Mi úgy gondoltuk, hogy a helyzet azt talán megengedi, hogy a 10-esek által elkészített műsorok bemutatásra kerüljenek, hiszen rengeteg munka van azért ezekben a tréfásnak tűnő kis, illetve tréfás kis műsorokban is, és mindenféleképpen szerettük volna, hogyha a 9-es diákjaink ezt látják, ugyanis az az üzenete számukra ennek, hogy mi valóban szeretettel vártuk őket, és azt szeretnénk, hogyha a komoly tanulás mellett mégis a jókedv is jellemezni ezt az időszakot, amit majd nálunk fognak eltölteni. Viszont a Dériné Művelődési Központ, illetve Kulturális Központ ugye sajnos most jelen pillanatban nem alkalmas arra, hogy annyi embert fogadjunk ott, amennyit szerettünk volna. A külsős vendégeket sajnos szintén nem tudjuk fogadni, tehát sem a szülőkkel nem tudunk találkozni, sem a 8-osokat nem tudjuk meghívni. Így került át a mi tornatermünkbe a rendezvény. Valamikor itt voltak megtartva ezek az estek, most visszakerültünk ide, és nincsen utána ez a bizonyos diszkó vagy gólyabál-szerű hangulat sem, hanem nagyjából fél hét-hét óra körül mindenki haza fog menni. Abban bízunk, hogy a szülőkkel való találkozást nem fogjuk elfelejteni, hanem később talán majd lehetővé teszi a helyzet, hogy ezt pótoljuk. Úgy emiatt nem is fáj annyira igazából a fejünk. Nagyon szeretnénk majd természetesen megrendezni. Viszont itt most a 9-es gyerekek vannak a középpontban, és akkor számukra viszont mindenféleképpen szerettük volna produkálni ezt a rendezvényt. Mint Tóth Barna igazgató elmondta, szeptember első hetében Berekfürdőben a Megbékélés házában tartott gólyatábor már jó alkalom volt a 9-es osztályközösségek tagjainak az ismerkedésre, s a héten pedig 3 nap minden szünetben kaptak vicces feladatokat a diák önkormányzat tagjaitól. Ennek a végét jelzi a mostani gólyaavató. A zárt körben tartott program a gólyák vicces fogadalomtételével kezdődött, ahol először megfogadták, hogy például nem járnak iskolába, és hasonló vicces dolgokat tesznek az iskolában, majd a végén megerősítették, hogy mivel nem szeretnének jövőre újra gólyák lenni, mindennek az ellenkezőjét fogják betartani. Pontosan ez a lényege neki, hogy egy olyan fiatalos hangvételű dolog hangozzon el, aminek a vége mégiscsak az, hogy mi azért nagyon komolyan szeretnénk, hogyha el tudnánk tölteni együtt ezekkel a diákokkal ezt a 4 évet. A fogadalom után a 10-es diákok műsorával folytatódott az est. Itt hirdették ki a gólyatábor és a gólyahét versenyeredményeit is.